Tisztelettel köszöntök mindenkit a Kézcsoport Kecskeméti acélszerkezeti gyárába, ahol nem sokára megismerhetjük azt, hogy hogyan készül el az acélszerkezet, ugyanis a termelés a gyárunkban a pandémiás helyzet ellenére a munkavédelmi előírások szigorú betartása mellett ugyanúgy folyik. Jelenleg az alapanyag raktár területén vagyunk, ahol a masznak a viselése nem kötelező, csak ajánlott, hiszen kültérben vagyunk, kevés kolléga dolgozik itt. Itt 8000 négyzetméteren tárolunk körülbelül alapanyagot, és hogy érzékeltetni tudjam, körülbelül a bent lévő alapanyagból a Grupama Arénát háromszor tudnánk legyártani. Az acélszerkezet gyártás első lépcsője az alapanyag megtisztítása, ami a mögöttem lévő revétlenítővel történik. Itt már belső üzemi területen leszünk, ahol a masznak a viselése már kötelező. A lemez megmunkálás, az alkatrészek gyártása, vagy a plazma és lángvágógépen történik, vagy a lézeren, az idomoknak a megmunkálása pedig teljesen automatikus továbbítással, a fűrésszel vagy egy úgynevezett coping gépen történik. Amint elkészültek az alkatrészek, elkezdődött a szerkezet összeállítása. Az üzemünkben ez két úton történik. Az egyik a mögöttünk lévő lakatoló hegesztő robot segítségével, a másik út pedig, amikor emberi erővel, a szakembereink segítségével állítjuk össze a szerkezetet. Egy évben 15 ezer tonna terméket állítunk elő, hogy ezt máshogy is megvilágítsam, az Eiffel-tornyot le kellene gyártanunk, akkor egy évben ezt kétszer is megtehetnénk. A festés megkezdése elő a felületét a szerkezetnek megfelelően elő kell készítsük. Ez a művelet ebben a szemcseszóró kabinban történik, kézi erővel. Ezt úgy kell elképzelnünk, mint egy kézi automosót, annyi különbséggel, hogy itt ezekből a kézi sugaras berendezésekből nem víz jön, hanem acélgolyó. Jön az utolsó művelet, a terméknek a festése, ami 50 mikrontól egészen 1000-1500 mikronig történhet, csak hogy érzékeltessem, az emberi hajszálnak a vastagsága 75 mikron. Amint a terméken megszáradt a festék, megfelelően kikeményedett, vagy itt ebben a csarnokban kamionra rakjuk és az építkezés helyszínére szállítjuk, vagy az udvarunkon tároljuk. Ahogy látható volt, a pandémiás időszak alatt is tovább tudott folyni a termelésünk. A szellemi terület dolgozói, a mérnökök, irodai dolgozók pedig home office-ban végzik a munkájukat.